Most a vőlegény helyett emelem szavamat. Kicsit hagyjátok abba a nótát. Édes legénytársaim, ifjú bajtársaim, akikkel eddig töltöttem napjaim. Köszönöm támogatásotokat, épp úgy köszönöm jó barátságotokat. Sok boldog napot töltettem köztetek, kérlek benneteket, el ne felejtsetek. Látjátok, most könyvpereg mind a két szememből, sajnálok titeket szívemből, lelkemből. De most, drága mennyasszonyom, édes hites párom lesz fő örömöm, minden boldogságom. Na de titeket se foglak ám feledni, mint jó barátokra síromig szeretni. Szeressük egymást bajban és örömben, el ne hagyjuk egymást az életben. Megölelni akarjátok? Előbb jól meggondoljátok, mert talán nagyon kényes, ha csókot kap, már szeszélyes. Az első csoport tiltakozik, de a többi után sóhajtozik. Sok szép jót ígérjetek, úgy lesz majd a feleségtek. Kedves jó szüleim, most hozzátok fordulok, mielőtte nagy útra én most elindulok. Mert magától nyílt meg életemnek napja, vagy holtig örömre, vagy örökös búra. Zeng búcsúzó szavam, hullanak könnyeim, tőletek válok meg, kedves jó szüleim. Íme... Íme eljött az indulásnak órája. Induljunk el tehát, és menjünk annak sorjában. Mint fecskemadár párját megtalálja, kedves vőlegényünk ugyanezt óhajtja.
szép menyasszonyát mielőbb megláthassa, szerető szívére, keblére zárhassa. Tegyünk lépéseket tisztelt násznép érte, mert csak így lesz boldog a házas élete. Induljunk el tehát a Szent Háromság nevében, nehéz utunkon vezéreljen Isten. Hallgatassék! Jézus szíve dicsértessék! Egy mennyegzős házba feljött a sokaság, engedelmet kérek, hogy legyen hallgatás. Gyermek, oda hátul, szűnjön a suttogás, még itt elől röviden szól a búcsúztatás. Hegedűnek álljon meg zengése, sarkantyúnak is szűnjön meg pengése. Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, ne gyerek csendesen, míg leszen végzése. Ékes menyasszonyunk felkér szeretettel, hogy ő helyette és egész tisztelettel zegném el búcsúját, búcsúzó szavait, hallgassak meg hát főbb óhajtásait. Édesanyám rózsa fája, én voltam a legszebb ága, most egy legény leszakított, karjai közt elhervasztott. Kedves édesapám, te vagy a legelső, ki édes lányodat igazán szerető, nem voltál te hozzám, sohasem megvető, áldjon meg ezekért téged a teremtő. Ezt a kislányt nem az anyja szülte, rózsafának teteje termőtte. Rózsafának a legszebbik ága, földre hajlik a szomorúság fája. Hát hozzád, jó anyám, mit szóljak, nem tudom, mert szívemet elfogta keserű fájdalom. Mint gyönge virágot ápoltál, neveltél, jóra tanítottál, rosszul féltették, most pedig engemet szárnyamra engedtél. Kedves édesanyám, jöjj ide én hozzám, hogy utoljára hadd csókoljon meg szám. Hadd öleljenek meg szerető kezek, mert segítségedre már többé nem leszek.
Mindjárt ültetnek férjem kocsijára, kedves édesanyám könyhullajtására. Vagy öreg anyám, majd elfelejtenők, pedig neki már nem sokára ássák a temetőt. De azért hála legyen az Istennek, hogy megérte napját vérhez menésemnek. Adjon az Isten még sok évet, évek mellé pedig sok jó egészséged. Ha pedig elérted utolsó órádat, nyerjed el mennyekben dicső koronádat. Kedves testvéreim, el ne feledjetek, amíg tiszta szívvel eddig szerettetek. Ápoljátok az én drága szüleimet, helyettem is szolgáljátok, kérem őket. Nyuszoljó asszonyok, nyuszoljó leányok, örökké fennmaradt szíves barátságtok. Az Isten áldása lebegjen fölöttünk, hogy boldog lehessen a földi életünk. Kedves lánybajtársaim, kik eddig voltatok, most könnyes szemekkel körülöttem álltok. Szép koszorútokból én immár kiválok, Istentől tenéktek, minden jót kívánok. Kedves lánytársaim, ti is jó férjet keresetek, kövessétek példám, hogy férjhez mehessetek. Mert akinek akad, istentelen párja, a főkötő hamar koporsóba zárja. Adjon az Úristen néktek is olyan férjet, olyan párt, hogy minden 77. szászvári vásárba lássátok meg egymást. Adjon az Isten Julcsikát, Jalicskát, Gáborkát, ezek majd kieszik a tepsziből a pirított gálicát. Kedves alsó-felső jószívű szomszédok, akik jelen vagytok, testvérek, rokonok. Fáj a szívem, hogy elválok tőletek. Kérlek benneteket, el ne felejtsetek! Hadd szóljon!
Tisztelt vendégsereg és tisztelt ifjú pár! Ti megjelentetek előttem, mint Magyaregrei község fő esketője előtt. Azzal a céllal, hogy tanúi legyetek a megjelent Kristóf és Gréta házasságkötésének. Az itt egybegyűltek figyelmét felhívom a ma kötelezettségükre, hogyha a tömeges hamis tanúzás szükségessé válik, akkor azt gondolkodás nélkül teljesíteni kötelesek. Kedves ifjú pár, mikor felkértek erre a nemes feladatra, azt javasoltam nektek, hogy még gondolkodjatok el azon, hogy valóban a házasság igájába akarjátok-e hajtani a fejeteket. Mert hogy a házasság kiváló iskola, szerintem ti még nem vagytok iskolaiak. De ha most meggyőztök engem arról, hogy megértetek erre a nagy feladatra, akkor teljesítem kívánságotokat, és összeadlak titeket. Válaszoljatok hát a következő kérdéseimre. Először a vőlegény szeretném megkérdezni. Fogadod-e, hogy nem iszod meg az összes bort és pálinkát, hanem hagysz az asszonynak egy kicsit, nehogy kedvtelen legyen az életed? Fogadom. Adsz-e pénzt kötényre, bütykös harisnyára, kapcára, rokolyára, szalagjára? Igen. Elnézed-e az asszony apró hibáit, hiszen tudod, a legjobb férj az, aki legalább az egyik szemét csukva tartja? Elnézem. Most pedig a mennyasszony kérdezném. Elismered-e, hogy a pince kulcsa a férjet illeti, hogy ahhoz csak akkor nyúlhatsz, ha arra a férje feljogosítja? Igen, elismerem. Fogadod-e, ha férjed megszív, megszívleled korholó szavait, és azon túl minden urat kívánsága szerint cselekszel? Fogadom. És fogadod-e azt, hogy bosszúból nem keversz-e semmit bele az ételébe és italába? Fogadom. Hát én most már meggyőződtem róla, hogy képesek lesztek a hosszú és boldog éveket eltölteni egymással. Megállapítom, hogy ha már elég érettek vagytok a házasságra, ezért összeadlak benneteket. Most már addig hazudhattok egymásnak, amíg a másik rá nem jön. Menjetek Isten hírével!
A gazda megbízott engem, hogy addig ne engesselek be benneteket, amíg tanúbizonyságot nem tesztek arról, hogy tudtok együtt dolgozni, együtt tudtok fűrészelni. Nem tudom, otthon gyakoroltátok-e már, majd meglátom, nem lehet ám engem átverni, és egy-két jó tanácsot szeretnék adni nektek, mert a kenyerem javát én már megettem. Olyanokat tudnék tanácsolni, hogy ez nem elég ám, hogy az egyik erre húzza, a másik nem engedi. Együtt kell dolgoznotok, hogy az életeteket együtt tudjátok leélni boldogan, egészségben. Próbáljátok meg, hát ha sikerül, és mindig egymásra figyeljetek, nem lehet elhúzni a dolgokat. Idegenben nem szabad ám félre lépni bőlegény, úgyhogy erre figyeljél nagyon. Próbáljátok meg. De az egyik oldalra álljon, a másik, de már másképp nem megy. Kétségbe vonom egy kicsit, de azért kaptok egy kis pálinkát, meg egy kis hóskenyeret, az életbe be kell indulni ezekkel a falatokkal. Azért, tehát megy az innivaló rá, Ja. Egészségetekre, az ifjú pár egészségére. Thank you.
Thank you.
és úgy táncolt vele, mert most ajándéktánc következik. Eladó a mennyasszony, és eladó a vőlegény. Hadd szóljon! Megállja a sarat. Legjobb, ha az a kedves nőcsal segít.
vezető társadalat. Hát kedves ifjú asszony, jegyezd meg ezt híven, de esti lelkiállás híván látok szívem, na meg, hadd két gyerőkkel áldjon meg az Isten. Hát szóljon! Egy nagyon jó! Hát szóljon!